Pál Tibor kassai képzőművész képeiből nyílt kiállítás Sárospatakon, a Művelődés háza galériájában. Az alkotó azt mondta a megnyitó ünnepségen, hogy képeivel elsősorban gyönyörködtetni szeretne, és jó kedvet akar teremteni. Ehhez vidám színeket használ. Művein legtöbbször a táj szépségeit jeleníti meg. A tárlat március 4-ig tekinthető meg. Pál Tibor képzőművész, nyugalmazott rajztanár 1964-ben érettségizett a Rimaszombati gimnáziumban, de már ekkor kiemelt érdeklődést tanúsította a képzőművészetek iránt. Stefan Bozavsky festőművész rajziskolájában kezdte elsajátítani a rajzolás festészet rejtelmeit. 1968-ban diplomát szerzett a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán orosz nyelv képzőművészeti nevelés szakon, majd ennek nyomán a Bátkai Általános Iskolában tanított több mint 3 évtizedig, és emellett szabad idejét a képzőművészet és a zene töltötte ki. Élete párját Kassán találta meg, így 2000-től itt élt. Nyugdíjba vonulásáig a tornai, majd a lengyelfalvi általános iskolában is tanított. A nyári művésztáborokban a kirándulásokon készült alkotásai rendszerint akvarell és temperatechnikával készülnek. Olajjal és vegyes technikával is dolgozik. A csendéletek mellett leggyakrabban tájképeket fest, amelyben gyakran helyet kapnak az épületek. Rácsodálkozik a természet szépségeire, de ezzel nem elégszik meg. Alapvető feladatának tartja, hogy élményeit másokkal is megossza, és a képzőművészet eszközeivel közérthetően tolmácsolja. Célja, hogy optimizmus sugározzon, örömet szerezzen a nézőknek. Valamennyi alkotása a természet, az élet szeretetének őszinte vallomása. A csoportos kiállítások mellett egyéni tárlatokon is bemutatkozik alkotásaival. Valóban, én a természetet igen szeretem, és a természet kincseit, az élet szépségeit szeretném bemutatni ezekkel a képekkel, úgyhogy mindenki megértse, tehát világosan, egyszerűen, leegyszerűsített formákkal, vidám színekkel, hogy ebben a mai világban nagyon szükséges az optimizmus az embereknek, és talán ezt szeretném átadni. Honnan jött önnek egyáltalán ez a fajta festészet iránti szeretet? Hát ez nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy ezen még el kéne gondolkodnom. Talán a természet szeretetéből, és abból, hogy szeretném átadni azt, ha valami szépet látok, akkor nem elégszem meg az, hogy egyedül én lássam, akkor még láttassam is, úgy szeretném. Egyébként összefügg a zenével is, mert a zenét is ugyanúgy szeretem. Pál Tibor kassai képzőművész önálló kiállításával hivatalosan is elkezdődött a Sárospataki Művelődés háza galériájának 2015-ös tavaszi tárlatsorozata is, amelynek keretében számos program várja majd az érdeklődőket, hangzott el az esemény keretében. Csatlósné Komáromi Katalin igazgató hozzátette, kiemelten fontos, hogy ezt a kiállítás sorozatot határon túl élő alkotóval sikerült elindítani. Ezt követően Gyüre Lajos kassai költő ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a kiállítás képeit. Valóban az, hogy gyönyörködtessen. Természetesen ez attól függ, hogy kinek milyen az ízlése, melyik korban élt és melyik kort ismeri el szépnek és jónak. A szép és a jó fogalma az nagyon összetartozik, és ezért nem lehet elválasztani egymástól ezeket. Az, hogy egy kiállításban, különösen itt a Pál Tibor kiállításában mi a szép, szerintem a táj. A tájképek, ahol megjelenik az ember, de ugyanakkor a ház, a vidék és annak minden szépsége. Természetesen az ő meglátása szerint. Nekünk kell tehát hozzáigazodnunk, hogy úgy lássuk a képeket, ahogy ő akarta láttatni velünk. Mennyire van idejük egyáltalán azzal foglalkozni egy kép kapcsán, hogy mi az, hogy szép, és mi az, hogy jó? Hát ma már ez fogaskérdés. Nem csak idő, hanem pénzkérdés is, hogy mit szeretnénk otthon látni a falon, kinek az alkotását, milyen stílus az, amelyik nekünk kedves. Természetesen nekem a Pál Tibor alkotása nagyon kedves,
mert olyan tájakat mutat be, amely bennem él. Ma már a festészetben az anatómia az teljesen elhanyagolható valami. A legújabb a montázs, amely nekem nem tetszik, mert valahogy ezeket a képeket nem tartom olyannak, amely érdemes arra, hogy az ember foglalkozzon velük, de a táj szépsége az megmarad, azt hiszem, hogy amíg az ember él a Földön, és ez a lényeg. A művelődés háza és könyvtára az elmúlt évtizedben mondhatom jó kapcsolatot ápolt felvidéki képzőművészeti csoportokkal, különös tekintettel a Kassa megyei művelődési központ által gondozott amatőr alkotói csoportra, akikkel együtt több cserekiállítást, egyéni csoportos kiállítást, illetve nyári alkotótábort is bonyolítottunk már. A mai alkotónak egy önálló kiállításával nyílik meg tulajdonképpen az intézmény kiállító teremnek a 2015. évi szezonja. Pál Tibor olyan gazdag munkásságot tud maga mögött, hogy az egész termet betölti mindazon alkotások sora, amelyeket, ahogy hallottunk, egyéni élmények alapján, illetve nem csak a felvidéki tájakat, hanem utazási élményeit megörökítő helyszíneken készített, és mi pedig örömmel folytatjuk most éppen nevesítve Pál Tiborral ezt a határon túli kapcsolatépítést. Pál Tibor képeit március 4-ig tekinthetik meg a Művelődés Háza galériájában.